Naponta új és új titkok tárulnak fel arról a misztikus, pusztító és lenyűgöző világról, amit univerzumnak nevezünk. 10 000 atombomba energiájával tör ki, és közelít a Föld felé. Egy teljes kontinens elektromos hálózata semmisül meg. A televízió, a rádió, az internet mind-mind összeomlik, de a folyóvíz, a fűtés, az élelmiszerláncok rendszere is. Ezek a viharok maradandó nyomot hagynak a bolygókon, halálos veszélyt jelentve az élővilágra is. Egy éven belül emberek milliói halnak meg. Teljes infrastruktúrák omlanak össze, melyeket már nem lehet újjáépíteni. Filmünk nem katasztrófa film. Az Amerikai Tudományos Akadémia 2009-es kutatásainak eredményeit mutatjuk be a globális katasztrófáról, mely sokak szerint már nem várat sokáig magára. Már késésben vagyunk. Napmágnesesség. Miért válhat végzetessé? Miért magyarázzák, hogy gyakran félre? Elkerülhető-e a mágneses vihar? Az univerzum, a mágneses vihar. 2013 tavasza. Sarki fény ragyogja be New York, Chicago, Washington DC és Európa egét. Ezek a fények a CME, azaz egy igen explozív lefolyású naptevékenység, a korona kitörés következményei. Ez az óriási mágneses plazma 10 a 25-en zsúl energiával hagyja el a nap felszínét, ami 100 milliószor több energia, mint az ember által előállított legnagyobb nukleáris tölteté. Több milliárd tonna elektromosan feltöltött, mágnesesen polarizált napanyag közelít nagy sebességgel felénk. Nem könnyű érzékeltetni a méretét. Mintegy 200 000 kilométer lehet. A nap átmérőjének egy harmada, mintha a Mississippi víztömege 2 millió kilométer per órával érkezne hozzánk. A NASA Goddard űrkutatási centrumának tudósai követik a koronakitörések útját, melyek a vártnál gyorsabban mozognak. 90 másodperccel azután, hogy Amerikában először észlelik a sarki fényt, a kontinens legnagyobb része sötétségbe borul. A mágneses vihar gigantikus túlfeszültséget okoz Észak-Amerika elektromos vezetékeiben. Igen erős mágneses erőtér keletkezik, ami újabb elektromos áramot indukál. Akár olyan erőset is, hogy megolvadnak a vezetékek, és az elszabadult energia felrobbantja a transzformátorokat. Óriási transzformátorok robbannak fel városról városra. Mindenütt megszűnik az áramszolgáltatás. Kiégnek a kommunikációs eszközök és a szatelitek. Nincs már telefon, televízió, rádió, sem internet. A teljes infrastruktúra összeomlana, megszűnne a telekommunikáció és oly sok más dolog is. És az elektromosságot már nem lehet helyreállítani. Egy ilyen vihar annyi transzformátort semmisítene meg, hogy a világ teljes gyártókapacitásával is több évet venne igénybe újjáépítésük. Elektromos energia hiányában összedől az infrastruktúra. Kezdjük a vízellátással. A szivattyúk leállnak, és az összes vízcsap egy nap alatt kiürül. Ám ugyanezt történik a benzinkutak ellátásával is. Üzemanyag nélkül pedig nincs szállítás, tehát a bevásárlóközpontokba sem kerül élelem. És az emberek sem tudják elhagyni a városukat, hiszen üres tankkal lehetetlen közlekedni. Áram nélkül mágneskártyáik sem működnek, telefonálni sem tudnak. Nincs áram, nincs üzemanyag, nincs élelem, nincs víz, teljesen kilátástalan a helyzet.
Az elektromos hálózat teljes összeomlásának eredményeként egész kontinensünk visszasüllyedne a sötét évszázadokba. És segítséget sem remélhetünk, hiszen a vihar átsöpört az egész északi féltekén. Ezek a viharok maradandó nyomot hagynak a bolygókon. Esetünkben nem csak az egyes kontinenseket érintik, hanem bizonyíthatóan az egész Földet. Ez nem csupán egy mágneses vihar. Ez már mágneses apokalipszis. A gazdaságnak sok-sok milliárd, sőt trilliárd dollár veszteséget jelent. Ám ennél is súlyosabbak a következmények. Hiszen emberéletekről is szó van. A civilizált világban élő emberek egyharmada, sőt, talán a fele is életét veszti. Hihetetlenül hangzik. Ám pontosan erre a következtetésre jutott az Amerikai Tudományos Akadémia 2009-ben készült jelentése. A napból kiinduló mágneses vihar teljes mértékben megsemmisítheti technológiai infrastruktúránkat, kiótva emberek millióinak életét, elsöpörve mindazt, amit 21. századi civilizációnak tartunk. És ez nem csupán feltételezés. 1989-ben a mágneses vihar már tönkretette Quebec és ezáltal egy egész kanadai tartomány elektromos hálózatát. De az kis vihar volt. Az elmúlt 30 évben több olyan vihartevékenységet is láttunk, melyek tízszeresen fölülmúlták a kanadait. A napműholdak új generációja feltárta, milyen nagyok is ezek a napkitörések, és milyen törékeny a mi bolygónk. Társadalmi szinten egyáltalán nem vagyunk felkészülve az elektromosság hosszú távú kiesésére. Vajon megelőzhető-e ez a szcenárió? Esetleg. De csak is az univerzum egyik legelemibb, ám egyik legkevésbé értett jelenségének, a mágnesességnek megismerésével. A mágnesesség rengeteg fizikai jelenség kulcsa, hiszen sok mindent befolyásol. Például a csillagok elrendeződését, a galaxisok formálódását, a fekete lyukak összeomlását. Mágnesesség mindenütt létezik, majdnem mindenben megtalálható. A négy alapvető erő egyike a fizikában, a világegyetemet összetartó erőké. A fizikusok a természetben négy alapvető erőt határoztak meg. Az erős nukleáris erő az atomokat tartja egyben. A gyenge nukleáris erő is az elemi részecskék kölcsönhatásáért felelős. A gravitációról pedig mindannyian hallottunk már. És a negyedik erő az elektromágnesesség. Néha a legnyilvánvalóbb dolgokon, így például a mágnesességen átsiklik az ember. A hűtőmágnesen kívül nem nagyon kerülünk napi kapcsolatba mágnesekkel. Az ember nem érzékeli a mágneses mezőt. Ha egy mágnest a testünk közelében mozgatunk, semmit sem érzünk. Tehát a mágnes esetében egyáltalán nem beszélhetünk hétköznapi tapasztalatokról. A mágnesesség legfőbb jellemzője, hogy vonz és taszít. Két mágnessel szeretném bemutatni, hogyan működik a mágneses mező, és hogy valójában milyen ereje is van. Itt és most vonzák egymást, és szétszedésükhöz erőt kell kifejtenem, de taszítani is tudják egymást, amit ezen a tarton fogok demonstrálni. Az elsőt leteszem, és rádobom a másikat is, ám ezt egyáltalán nem tudom lenyomni, egyszerűen visszapattan. Valójában a mágnesesség miatt nem sétálunk át a falon, vagy nem esünk át a padlón. A molekulák és az atomok igen parányi részecskék. Az atomok közötti űr ezzel szemben végtelenül nagy. Az atomok szintjén tehát mondhatni minden üres tér. Az atommag protonjai és a körülötte keringő elektronok közötti távolság bizony elég nagy. Vegyük ezt a ventilátort. A lapátjai legyenek az elektronok, a közepe pedig a nukleus, az atommag. Ha nincs mozgás, áthatolnak rajta a tárgyak. Nem tömör. És mitől válik tömörré? Az elektromágneses vonzástól, mely a negatív töltésű elektronok és a pozitív töltésű protonok között lép fel.
Az rabulejtés mozgásban tartja az elektronokat. Tehát ha elég gyorsan megpörgetem a lapátokat, azok az atomok körül keringő elektronokat reprezentálják. A labda most visszapattan. Ezért nem esünk át a padlón. Ezért nem tudunk átsétálni a falon. Nem maga az atom, hanem a mágneses tér teszi szilárdá a dolgokat. Ezért nem sétálhatunk át a falon. A mágneses tér erővonalak mentén vonz és taszít. Tegyünk egy mágnes rudat egy papírdarabra, amire fémforgácsot szórtunk. És a fémforgács a mágnest körülvevő erővonalak mentén fog elhelyezkedni. Ez ragyogóan szemlélteti, hogyan is néz ki a mágneses mező. A mágneses erővonalakat úgy is elképzelhetjük, mint egy autópályát. A déli körgyűrű sosem keresztezi az északit. Az elektromágneses mező erővonalait az autópálya sávjaihoz hasonlíthatjuk. Az autók ezek mentén haladnak egy irányban. És ha a napfelszínt figyeljük, meglátjuk azokat a csodálatos íveket, a plazma folyamok útját, melyek az autósávoknak felelnek meg. Ám a napfelszínén ezek az erővonalak hihetetlenül intenzívek és halálosak. Az autópálya hasonlatnál maradva úgy kell elképzelni, mintha az elválasztó sávot hirtelen megnyitnák a mindkét irányba haladó forgalom előtt. És ha nincs megszabva, kié az elválasztó sáv, azonnal hatalmas zűrzavar alakul ki. Természetesen mindenki azon próbál haladni, ami szörnyű káoszt okoz, féktelen energiát szabadítva fel. És ha elképzeljük, hogy ez az autópálya a nap felszínén halad, és az autók 32.000 kilométer hosszúak, az őrületes ütközés következtében felszabaduló anyagok pedig a Föld felé repülnek, ezt nevezzük koronakitörésnek. Egy koronakitörés gigantikus erejű és méretű, 10 milliárd tonnánál is nagyobb tömegű plazma. Olyan, mintha 100.000 repülőgép anyahajó száguldana több millió kilométeres sebességgel a Föld felé. Ez a veszély leselkedik bolygónkra. Bár a közvetlen becsapódás ritka jelenség, de ha megtörténne, az civilizációnk számára végzetes lenne. A szószoros értelmében egy hatalmas vihar választ el minket a műszaki katasztrófától. E katasztrófa tényleges nagyságára a vezető napkutatók legújabb jelentései világítanak rá. A műholdakról érkező információk segítségével lesz megjósolható a mágneses szupervihar várható súlyos csapása. Csupán a közelmúltban fették fel, milyen végzetes fenyegetést jelenthetnek a Föld számára a mágneses napviharok. A naptevékenység során folyamatos az anyagkibocsátás, a különféle sugárzásoktól kezdve a flareken át a koronakitörésig. Az, hogy ezek nem érintenek rutinszerűen bennünket, annak köszönhető, hogy Földünk védett. A Földet hatalmas mágneses mező veszi körül. És bármely naptevékenység, például koronakitörés esetén, ez a mágnes mező véd meg minket. Képzeljék el, hogy ez a glóbusz a Földünk, és a puska a nap. A napból szinte naponta lövik erős töltetekkel a Földet. Ám a bolygónak van egy védőpajzsa. Olyan, mint ez az akrill lemez, ami a földgömböt védi a lövedékektől. Ez a magnetoszféra, a bolygót körülvevő mágneses mező, amit a Föld belsejéből kiinduló örvényáramok gerjesztenek. Kiterjedése körülbelül 70.000 kilométer. És ahogy az egyik mágnes gyűrű taszítja a másikat, ugyanúgy taszítja a földi magnetoszféra a napból érkező mágneses plazmát. Több milliárd tonnányi forró, elektromosan feltöltött plazma bombázza bolygónkat, ám a legtöbb esetben legördül róla.
A Földet körülvevő elektromágneses mező tényleges védőpajzs. A feltöltött részecskék ugyan megpróbálják áttörni, ám visszapattannak róla, eltereli őket a mágneses mező. A mágneses viharnak csupán egy parányi része érzékelhető bolygónk pólusainak kis nyílásánál. Ezt nevezzük sarki fénynek. A Föld mágneses tere az energiával feltöltött részecskéket a Föld két pólusához irányítja, így azok mind déli, illetve északi sarki fény észlelhetők. Ezek a részecskék kölcsönhatásba kerülve a földi atmoszférával izzó fénynyalábokká válnak, ami csodálatos fényjátékot eredményez. A magnetoszféra el tudja téríteni az elektromágneses anyagot, így válik lehetővé az élet a Földön. Enélkül valószínűleg minden életet kioltanának a radioaktív részecskék. Szerencsére a mágneses mező néhány anyagot átirányít, így például a mágneses plazmát. Ugyanakkor néhány anyagot átenged, így a fényt és a meleget. Az emberben felmerül a kérdés, hogyan lehetséges az, hogy a magnetoszféra megóv bennünket a koronakitöréstől, de a fényt átengedi. Nos, a koronakitörés legfőképp elektromosan feltöltött részecskékből áll, melyeket a mágneses mező felfog. Szinte csapdába ejt. A fénynek nincs elektromos töltése, ezért is tud áthatolni a mágneses mezőn, mintha az ott sem lenne. De honnan ered bolygónk csodálatos mágneses ereje? Erre a legrégebbi és legegyszerűbb magnetométer, az iránytű ad választ. Egy iránytűt tartok a kezemben. Ezzel a készülékkel nagyon egyszerűen meg tudjuk határozni, merre van észak. Működését a mágneses mező határozza meg, ezért ettől eltérő irányba is mutathat. Egy szeméttelepen vagyunk, és mögöttem egy hatalmas elektromágnes. Lássuk csak, mi történik, ha azt bekapcsolják. Nos? Az iránytű a mágnes felé fordult. De ha a mágnest kikapcsoljuk, az iránytű ismét észak felé mutat. Ez azt igazolja, hogy az iránytű nem az északi irányt, hanem a legközelebbi, legnagyobb mágneses mezőt mutatja. Az iránytű valójában nem is az északi sark felé mutat, hanem egy sziklatömb irányába, a kanadai Ellesmere szigettől nyugatra. Ez az északi mágneses pólus. Ám önmagában az északi sark sem mágnes. A mágneses mező mélyen a bolygó belsejében alakul ki. A mágnesességet elektromos töltések mozgása hozza létre, és maga a Föld egy hatalmas elektromos töltés. A Föld forog, és a belseje megolvat, folyékony, olyasmi, mint ez a pohár bor. Ha körkörösen mozgatom, a bor bizonyos szabályszerűséggel nyaldosni kezdi a pohár peremét. Valami ilyesmi történik a Föld magvában is. Olvat vas örvényli körbe-körbe, és mágneses mezőt generál. Földünk valójában egy dinamó. Olyan készülék, ami mechanikai energiát alakít mágneses energiává. Dinamo. Van a Földön, van a Napon, és a biciklimen. Ahogy ez a kerék forog, mozgásba hozza a dinamo tengelyét. A tengelynél mágnest helyeztek el, ami a mozgás hatására elektromos áramot indukál. A köré tekercsel drótban is. Ezt vezetik tovább egészen a lámpáig. Tehát, ha tekerem a pedált, látható, hogy a mozgási energia elektromos energiává, majd fényenergiává alakul. Tehát a dinamó kulcsa a mozgás. A mozgásban lévő folyadék elektromágneses energiát hoz létre, csak úgy, mint a forgó kerékpár a broncs. Valójában bolygónk leghatalmasabb mágneses ereje egy folyékony dinamóban keletkezik. Ez pedig nem más, mint a Föld mag. Ám van egy nagy probléma ezzel az ősi dinamóval. Mozgása megállhat, vagy irányt változtathat. A földi mágneses mező nem valami stabil, statikus dolog. Az idők folyamán elég nagy változásokon ment át. Mint a bor a pohárban, úgy változtathatja meg forgási irányát a Föld mágneses dinamója. Időnként a déli mágneses sark kicserélődik az északival.
Ám ennek pontos okát nem tudjuk még. Csupán annyi bizonyos, hogy megtörténik. Azt tudjuk, hogy a Föld mágneses pólusai néhány százezer évenként felcserélődnek. A jégrétegek és a mélytengeri geológia szolgálnak bizonyítékkal arra, hogy 780 ezer évvel ezelőtt az iránytű dél felé mutatott volna. Ám 50 ezer évvel azt megelőzően még északra mutatott volna. Ez ismétlődő minta szerinti folyamat, ami újból megtörténhet. Majdnem biztos, hogy megváltozik a Föld mágneses iránya, de nem tudjuk mikor. Az tény, hogy az utolsó mágneses helycsere 780 ezer éve történt, és ezzel már meghaladta az átlagot. Tehát bizonyos tekintetben már aktuális lenne a pólusok cseréje. Nem tudjuk, hogyan hat az emberi életre ez a fordulat. Az iránytűk délre mutatnak. A madarak vándorlásában zavar keletkezik. A GPS navigációt is befolyásolja. Ám ennél aggasztóbb következményekkel is lehet számolni. A pólusok megváltozása azzal is járhat, hogy a mágneses mező átmenetileg gyengébben, vagy egyáltalán nem veszi körül a Földet. Ha a mágneses mező meggyengül, képtelen hatékony védelmet nyújtani a napból érkező részecske sugárzás ellen. Ismét vegyük a földgömb és a plexilemez példáját. Ám a lemez most sérült, és egy erős lövedék a napból hatalmas pusztítást végez. Ha a sor kerül a már régóta esedékes pólus cserére, eltűnhet a Földet védő magnetoszféra. És bolygónk igen sérülékenyé válik a napból érkező pusztító viharokkal szemben. A nap mágneses viharai potenciális veszélyt jelenthetnek a földi életre. A nap felszínén egy tölcsér forni, bugyogni kezd, aztán robban. Ez iszonyú robbanás a nap felszínén. Óriási vihar, amit koronakitörésnek hívunk. És az ionizált részecskék szörnyű sebességgel löködnek ki a napból. Ezeket a páratlan felvételeket a NASA új műholdja, a Napdinamikai Obszervatórium készítette. Ez az első eset, hogy ember ilyen közelről veheti szemügyre családi csillagunkat. A nagy különbség az új és a korábbi obszervatóriumok között az, hogy most folyamatosan figyelhetjük a napot. És nem csak egy részét, hanem a teljes napkorongot. A 2010. februárjában felbocsátott obszervatórium a nap mágneses tevékenységét, ultraibolya sugárzását, sőt, belső folyamatait is méri. Fellövése óta eddig még soha nem látott felvételeket továbbított a Földre, napkitörésekről, mágneses esőről és a nap felszínén végigsöprő cunamiról. Ez olyan, mint egy digitális videó. Visszaléphetünk az érdekes részekhez, kimerevíthetjük a képet. Tehát eddig soha nem bizonyított összefüggéseket lehet felfedezni. Az egyik legfontosabb összefüggés, hogy minden nap tevékenység tulajdonképpen mágneses tevékenység. A nap különféle jelenségeinek megértéséhez a mágnesesség a kulcs. Napfoltokat, izzó szálakat, robbanásokat, koronakitöréseket látunk. Ezek kapcsolatára a mágneses mezők szolgáltatják a magyarázatot. A nap mágnesességét az izzó plazma mozgása indukálja, amint végighullámzik házi csillagunk felszínén. A mágnesességet többek között elektromos töltések mozgása hozza létre. Így minden mozgásban lévő töltés körül mágneses mező alakul ki. A nap pedig egy hatalmas zsák, tel is tele úszó, mozgó töltésekkel. A Földről is látható mágneses jelenségek egyike a napfolt.
Nos, ha a napra nézünk, sötét pontként érzékeljük a napfoltot. Tulajdonképpen az történik, hogy a mágneses mező a tengelye körül forogni kezd. Körülbelül úgy, mint amikor a vizet leeresztjük a kádból. Ez a spirális mozgás, mint egy tornádó örvényt hoz létre a nap felszínén. Körülötte pedig végtelenül erős elektromágneses tér létesül. A napfolt pedig drámai jelenséget hozhat létre. A napkitörést. Robbanások történnek a nap felszínén. Ezek a napkitörések viszonylag kicsik is lehetnek, mármint egy atombomba nagyságúak, de 1 milliárd atombomba egy idei robbanásával is felérhetnek. A napkitörés több millió kilométeren íveli át a nap felszín. A mágneses vihar azonban nem csupán izgalmas asztronómiai jelenség. A nap mágneses mezeje egy dinamikus, állandóan változó atmoszférát hoz létre a naprendszeren belül. Ezt nevezik űridőjárásnak. Az űridőjárás fogalma nem más, mint hogy a kozmoszban történő változások a Földre is hatást gyakorolnak. Ám hogyan tudjuk mérni ezt? Megtanuljuk-e az előrejelzését? Az űridőjárás a Föld körül keringő műholdakat is befolyásolja. A napkitörés nyomán fellépő erős sugárzás több millió dollár kárt okozhat a kommunikációs műholdakban. Az asztronautáknak ismerniük kell az űridőjárás előrejelzést, hogy űrsétájuk alkalmával elkerüljék a halálos sugárzást. Ezek azok a problémák, melyek előrejelzésére a Napdinamikai Obszervatórium hivatott. Az űridőjárás előrejelzése a legnagyobb kihívásaink egyike. Pontosításán folyamatosan dolgoznunk kell. Most még nem nagyon bízhatunk meg az időjárás jelentésekben. Valamit megtudhatunk belőlük, de nem túl sokat. Van még teendő ezen a téren. Vajon léteznek-e általános szabályok az űridőjárás vonatkozásában? Pontosan erre volt kíváncsi a clevelandi Benjamin E. a Kérdezd az Univerzumot című műsorban. A kérdés így szólt, van-e már tudományos előrejelzése a napkitöréseknek, a koronakitöréseknek? Ez érdekes kérdés, Benjamin. Jó lenne, ha meg tudnánk jósolni egy-egy hatalmas koronakitörés pontos idejét. Azt nagyjából tudjuk, hogy durván 11 évenként éri el maximumát a napfoltok, a kitörések, a napfáklyák és a kapcsolódó naptevékenységek száma. Ám egy bizonyos napfolt csoport vagy koronakitörés pontos idejét nem tudjuk előre meghatározni. A koronakitörések messze a leghatásosabbak az űridőjárás jelenségei közül. A napciklushoz köthetők, és a szoláris maximum idején teljesednek ki, naponta akár 2-3 alkalommal is. Csodálatos napviharral kezdődnek, melyet a Napdinamikai Obszervatórium a maga teljességében meg is figyelt. A mágneses hurrikán egyre nő és örvénylik, lángoló plazmaíveket és csomókat lövelve, a nap felszínén. Néha ezek a struktúrák napokon, sőt heteken át stabilak maradnak. Ám egyszer csak történik valami, ami koronakitörést vált ki. Váratlanul leszakad egy rész, és hatalmas robbanással távozik az űrbe. Ez a gigantikus plazmalövedék bolygónk felé veszi útját, ám magnetoszféránk mellett ártalmatlanul elhalad. De van egy nagy probléma a Föld mágnes köpenyével. Változni kezd. És a legrosszabb változatot Földünk mágneses jövőjével kapcsolatban a Mars hideg és halott felszínén érzékelhetjük. A mágneses viharok az emberi civilizáció végét jelenthetnék, ha a magnetoszféra nem védené bolygónkat. És ha a Földet mágneses mező övezi, vajon más bolygóknál is ez a helyzet? A NASA szerint életbevágó ez a kérdés, hiszen azok mágneses készletéből a Föld jövőjére lehet következtetni.
Csupán az 1960-as években az űrprogram megindulásával kezdtük feltérképezni a többi bolygó mágneses terét, és az eredmény meglepő volt. A négy hatalmas bolygó, a Jupiter, a Saturnus, az Uranus és a Neptun még ma is rendelkezik aktív mágneses mezővel. A Jupiter tövező mágneses mező a legerősebb a naprendszerben. Körülbelül 10-szer akkora, mint a Földünké. A Jupiter mágneses mezeje a bolygó felszínétől számítva több mint 6 millió kilométer kiterjedésű, és ugyanazt a funkciót látja el, mint a Földé. A Jupiteren és Szaturnuszon is ugyanaz a kölcsönhatás. Ott is látunk sarki fényeket, csak úgy, mint a Földön. Ugyanúgy a sarkoknál behatoló töltött részecskékről van szó, hasonló fényjelenséget okozva, mint a Földön. Ám a naphoz közeledve rejtélyes módon egyre kevesebb a közös vonás a planétákon. A Merkúrnak gyenge a magnetoszférája, körülbelül 1% a Földéhez képest. A Vénuszé pedig elhanyagolható. Ám mindegyik közül a legrejtélyesebb a vörös bolygó, a Mars. A 90-es évek végén a NASA Mars körüli pályára bocsátott űrszondáját magnetométerrel szerelték fel. És a mérések alapján kiderült, hogy a Marsnak nincs globális mágneses mezője. Ám a Mars felszínén szorványosan előforduló mágneses mezőket észlelt az űrszonda. A NASA feltételezése szerint ez úgynevezett paleomágnesesség, több milliárd évvel ezelőtt letűnt korszak maradványa. Volt-e valaha a Marson a Földéhez hasonló mágnesesség? És ha igen, mi történhetett? Szerencsére nem kell a Marsra utaznunk ennek tanulmányozására, hiszen a vörös bolygó néhány darabja már itt van. Ténylegesen vannak kőzet mintáink a Marsról. Ezek meteoritok, melyek más égitestekkel való ütközés során pattantak le a Marsról évmilliókkal ezelőtt. Majd keringtek az űrben, és néhány véletlenszerűen a Földbe csapódott. E Marsról származó meteoritok közül híressé vált az ALH-84001-es. Néhány tudós marsi életnyomot vélt benne felfedezni. Hogy ez bizonyítást nyer-e vagy sem, ahhoz talán a Mars mágnesessége nyújthat további segítséget. Az ALH-84001 a legrégebbi más bolygóról származó ismert szikladarab. Egyedülálló minta, mely a Mars történetének legkorábbi időszakából való. Lenyűgöző dokumentumokat hordoz. A szupravezető kvantummikroszkóp az egyik legérzékenyebb mágnes érzékelő a Földön. A Marsról származó meteorit meglepő információkkal szolgál a mikroszkóp lencséje segítségével. Kimutattuk, hogy az a szikladarab mágneses, és a mágnesessége, paleomágnesessége körülbelül 4 milliárd éves. A meteorit belseje ősi feljegyzést őriz a Mars magnetoszférájáról. 4 milliárd évvel ezelőtt erős mágneses mezőt generált a bolygó magjában kavargó magma. A korai mágneses mezővel rendelkező Mars alapvetően különbözött a mostanitól. Úgy véljük, az atmoszférája jóval vastagabb lehetett, mint ma. A felszínén víz csobokhatott, és a hőmérséklet is magasabb lehetett. Szóval a Földhöz hasonló lehetett. Aztán a Mars rejtélyes módon meghalt. A hőmérséklet jelentősen zuhant. A víz és az atmoszféra eltűnt. Mi történt? A Mars mágneses mezője körülbelül 4,1 milliárd évvel ezelőtt megszűnt. És ez valóban lenyűgöző, hogy ez nagyjából egybeesik azzal az idővel, amikor a Mars hatalmas változásokon ment át. A meleg, nedves bolygó hideggé és szárazzá vált. Bizonyos feltételezések szerint azért tűnt el a Mars légköre, mert nem védte magnetoszféra. Így a napszél folyamatosan kiszakíthatott kisebb részeket a bolygó légköréből.
Mágneses védőpajzs nélkül koronakisülések bombázhatták a Mars felszínét, a mágneses hurrikán pedig elsöpörhette a bolygó légkörét. Hirtelen sok gáz tűnt el a légkörből. Például az oxigén, argon, nitrogén. Az atmoszféra így idővel vékonyabb lett. A folyók kiapadtak, és a Mars szép lassan hideg, száraz bolygóvá vált. Vajon megtörténhet ez a Földdel is? Bizonyára a Föld mágneses tere is megszűnik egyszer. De ez még hosszú időbe telik. Ám jóval közelebbi történet lesz, amikor a Föld mágneses tere megfordul. Ahogy már említettük, bolygónk pólusai néhány százezer évenként helyet cserélnek. Ez pedig nagyon is aktuális. És amikor bolygónk mágneses tere megfordul, néhány napig, sőt talán tovább is mágneses védőpajzs nélkül maradhat a Föld, ami a Marséhoz hasonló szcenárióhoz vezethet. Olyan mágneses viharoknak lehetünk tanúi, amilyeneket a modern civilizáció még soha nem látott. De a nagy pusztításhoz nincs is szükség pólusváltásra. A szakemberek szerint a mágneses vihar is elegendő ehhez. El lehet ugyan kerülni bolygónk katasztrófáját, ám ahhoz sürgős intézkedéseket kell tenni. 1989-ben napvihar sújtotta Észak-Amerikát, leállítva Quebec és környéke áramellátását. 6 millió ember maradt áram nélkül a hideg kanadai télben. Az elektromos hálózatot végül gyorsan helyreállították. Így nem történt nagyobb katasztrófa. De a quebeci vihar csekélység volt egy korábbi, az 1859-es eseményhez képest. Akkor Kubánál északi fényt figyeltek meg. Amerika szerte zizegtek és szikráztak a távíró vonalak, mielőtt teljesen elnémultak. Ez lehetett a legsúlyosabb geomágneses viharok egyike. Legalább 10-szer nagyobb, mint Észak-Amerikában az 1989-es. A Szolár Dinamikai Obszervatórium és mások megfigyelései szerint ezek a napviharok jóval gyakoribbak, mint azt valaha gondolták. Mi történne, ha az 1859-eshez hasonló hatalmas vihar sújtaná ma a Földet? A katasztrófa napfolt tevékenységgel kezdődne, majd a robbanás több milliárd tonna napanyagot lövelne a Föld felé. A gamma és röntgensugarak 8 percen belül megsemmisítenék a műholdak legnagyobb részét. Telekommunikációra épült társadalmunk teljesen megbénulna. Földi és légi navigációs rendszerünk, a műholdak, a kábeltelevízió, minden használhatatlanná válna. Százával keringenek a műholdak a Föld körül. És egy műhold átlagosan $500 billion. Nos, dollármilliárdok tűnnének el egy pillanat alatt. A hatalmas mennyiségű napanyag 8-16 órán belül találná el a Föld magnetoszféráját, áthatolna rajta és átszántana bolygónk felszínén. Infrastruktúránk óriási indukált árammal szembesülne, ami végig szágod a nagy erőműveken. A hatalmas transzformátorok szerte az országban felrobbannának. Ha a transzformátorok megsemmisülnek, Amerika minden egyes elektromos készüléke is ugyanarra a sorsra jut. Ez kritikus infrastruktúra, ha ugyan nem a legkritikusabb. Ugyanis ha megszűnik az elektromos áram, a többi infrastruktúra is leáll. Ha nem azonnal, akkor néhány napon belül. Honnan kapjuk az ivóvizet? A legtöbb esetben elektromosságot használunk a felpumpálásához.
Tehát ivóvízünk sem lesz. Világítani sem tudunk, ha csak nincs saját generátorunk. És ha a generátorból kifogyna az üzemanyag, hiába szaladunk a töltőállomáshoz, hiszen ott sem működik a pumpa. Az elektromosságot nem lehetne egyszerűen visszakapcsolni, hiszen a transzformátorok súlyosan megrongálódtak. Teljesen újjá kellene azokat építeni, ami nem egyszerű. Körülbelül 6 hónapba telik, amíg egyetlen transzformátort romjaiból újjáépítenek. Ez annyit jelent, hogy egy fél éven át nem lesz sem villanyáram, sem víz, sem üzemanyag, sem működő bankautomata a nagyvárosokban. És a kisebb városokban ez a helyzet még tovább tart. A teljes hálózat újjáépítése több mint egy évtizedet vesz igénybe, és a költségek megrázó méreteket öltenek, az emberéletekről nem is beszélve. Gyakorlatilag lehetetlen ellátni 300 millió lakost ebben az országban, így mértékű összeomlás esetén. Becslések szerint egy hatalmas mágneses vihar életeket olthat ki. A fejlett világ lakosságának egy harmadát, felét követelheti. Ez az USA-ban 100 millió, Európában 250 millió, Ázsiában 1 milliárd ember élet. Az ilyen jellegű katasztrófa egészen mostanáig elképzelhetetlen volt. Vajon megelőzhető-e ez a fajta csapás? Már most megpróbálnak felkészülni erre a szakemberek. A nap mágneses tevékenységének pontosabb megfigyelésével, az elektromos vezetékek védőpajzsának és a transzformátorok túlfeszültségvédőinek megtervezésével. Gondolkoznunk kell azon, hogyan tervezzük át ezeket a hálózatokat. Még gyermekcipőben jár annak kidolgozása, hogyan védjük meg infrastruktúránkat hasonló helyzetben. A mágneses vihar apokaliptikus ereje rávilágít arra, milyen alapvető szerepet játszik életünkben és a világegyetemben a mágnesesség. Mindennapi életünk irányításában az elektromágnesesség a legfontosabb dolog. Azt hiszem, az emberek egyáltalán nem foglalkoznak a mágnesességgel. Éppen úgy, ahogy a hal sem gondolkodik a vízről. Csak egyszerűen van. Mindent összetart, a világegyetemet is. A légzésünk és látásunk is elektromágneses kölcsönhatás. A mágnesesség egyszerű erő. A világegyetem 4 alapvető erőinek egyike. Gyermekjáték, molekuláink összetartó ereje, és ha szerencsénk van, bolygónknak védelmet nyújt a nap romboló erőivel szemben. A Föld lakói még nem ismerték fel igazi jelentőségét, pedig a mágneses erő mindent adhat és mindent elvehet.